Az autómentes világnap programsorozatra kapcsolódtunk rá mi is. Itt a település központjában ilyen családi, sportos rendezvényeket igyekszünk szervezni. Nem csak az autómentességhez kapcsolódóan, hanem van mindenféle program. Ugye a rendőrség kivonult, ők egy biciklis regisztrációs rendszernek az alkalmazását mutatják be itt a polgároknak, illetve akár regisztrálhatják is a saját kerékpárjukat azok, akik azzal érkeznek ide a helyszínre. Lesz bringás bemutató, de vannak középkori hagyományőrzők, akikkel majd szalmavárat lehet foglalni a gyerekeknek, illetve lesz solymász bemutató és a többi és a többi. Lovaskocsikázás például. Tűnik, polgármester úr, hogy a rendezvényeken egyre többen vannak, egyre népszerűbbek ezek az események. Mi úgy érezzük, hogy egyértelműen igaz ez, és ezt egy fontos dolognak is tartjuk, mert azt gondoljuk, hogy az itt élő közösségnek az összekovácsolásához ezek mindenképpen szükségesek. Tehát ezek azok a helyek, ahol nyugodtan lehet találkozni, beszélgetni, új ismerettségeket kötni, tehát fontosak ezek a rendezvények. A mai napnak honnan az ötlet? Igazából ez egy nemzetközi program, tehát mindenhol találkozhatott vele az ember, én is olvasmányélményeimben talán úgy került elém a program, és azt gondoltam, hogy ezt érdemes tényleg ezt az irányt ezt felhasználni. Olyan módon is, hogy például van itt egy ökoműhely nevű zsámbéki csoport, aki környezettudatos nevelést tűzték ki célul, így a zsámbéki polgároknak és a gyerekek számára is, tehát ők is meg tudnak mutatkozni, tehát mindent, ami ehhez kapcsolódik, azt próbálunk a mai napon megjeleníteni. Egy májusi kertben sült csirke, amiből kétszer is vettem, francia pezsgő és friss kaviár, a kedvencek listáján legelő áll. Harmatos rózsa egy májusi kertben sült csirke, amiből kétszer is vettem, francia pezsgő és friss kaviár, a kedvencek listáján legelő. A holdat, fajtad mennyelvem, ez ház felé olvad. Február végén egy farsangi pál, a kedvencek listáján legelőn áll. Mikor ázom, mikor fázom, hogyha búsulok, a kedvencek listáját előveszem, és már is vidám vagyok. Vagy öpes fiú, de amit kérsz, amit vársz, ez a láz, ami a szemedben ég. Számodra korai még. Ne nézd hát, és ne nézd így, ez így szép, és ne várj mást, egy nélkül ne ne felednéd. Ó, hogy te csak gyerek vagy még. Nem bánom, táncolt velem, foghatod a kezem, mit szól majd az édesanyád? Hát tőlem költerünk, bébi, tért téged a néni, mit szól majd az édesanyád? Every time you live, when you give me the chills on.